Hétköznapi jelenetek, amelyek bármelyikünkkel megeshetnének. Fodrász, építkezés, konditerem, buszmegálló, presszó, kosárpálya, vagy a karján gyermekével vasaló kismama. Itt azonban mindegyiképpen valakin fekete maszk van. Bűnözők? Igen, a mindennapok elkövetői ők, akiknek tetteit hajlamosak vagyunk enyhébben megítélni. Mert csak letöltenek zenét, filmet, szoftvert illegálisan. Ezt a filmet ítélte a legjobbnak a zsűri, mert egyértelműen határozottan viszi át a megfogalmazott üzenetet. Az alkotók korábban együtt televízióztak, így együtt mutatják be filmjüket a kamera előtt. Egy kicsit csokkoló is azért maga a dramaturgia és maga a képi világa. Én azt gondolom, célzok itt a plakátra, illetve magára arra a dramaturgiai Igen. központra, erre a bizonyos csukjára. De azt próbáltuk kiemelni, hogy mivel ez nagyon hétköznapi jelenség ez a letöltés, akár egy közös kosarazás, vagy egy vacsora, vagy egy program a barátokkal, hogy ha ott közöttünk van egy olyan személy, aki érintett a dologban, tehát végül is a törvény szerint bűnkövetel, vagyis csúnya szóval bűnöző, akkor sem foglalkozik vele senki, mert attól még XY az én barátom, vagy az én unokatestvérem, vagy valaki, aki együtt szórakozik éppen velem, tehát az emberek nem foglalkoznak ezzel annyira, tehát hogyha kiemeljük ezt úgy vizuálisan, hogy egy símaszkot teszünk rá, mint egy rablóra, aki a bankot fosztogatja, és szintén a bűnt követel, és törvényszeg, akkor ezzel kiemeltük azt a problémát, hogy gyakorlatilag bűnözők mászkálnak közöttünk, akikkel nem törődünk. A mindennapi bűnözők közöttünk vannak. A hamisítás, illegális letöltés, engedély nélküli másolás ugyanolyan bűncselekmény, mint a rablás, hangzik a film üzenete. Mint egy 1,5%-os GDP kiesésért felel ez ma már, és mindegy 10 millió európai munkahelynek a közvetlen vagy közvetett megszűnését okozta. Mindenképpen fordítani kell tehát ezen a folyamaton, és mindenképpen fordítani kell a fiatal munkanélküliség esetében, hiszen a fiatal munkanélküliek száma folyamatosan gyarapszik, más oldalról pedig a fogyasztó oldaláról fontos, hogy azt kapja, amiért fizetett. A legtöbb fogyasztó az nem rossz hiszeműen vásárolt csalt hamisított terméket, hanem pusztán nem ismeri föl a csalt hamisított termékek körét. Ne legyél bűnöző, válaszd az eredetit. Ezzel a tanulsággal zárul a díjnyertes magyar film.